Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk az ő nevét. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, Isten tiszteletünket a 212. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 212. dicséret így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget, e szent helyre feljöttünk. Uram, a könyörgőnek illesd meg szívét és száját, téged tisztelőnek áldít, szented meg munkáját. Helyünket elfoglalva a 157. dicséretet énekeljük. Annyi korrekciót tennék, hogy az első 5 versét, valamint a 9-et, jó? Tehát a 157. dicséret első 5 versét, illetve a 9-et, mindenkoron áldom az én Uramat. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat, mindenkoron dicsérem, mint Uramat. Igen, vigad és örvendez én lelkem, az Istennek segedelmét hogy kérem. Nyomorultak meghallják azt örvendem, vigadjanak Istenben arra intem. Én mikoron Istenhez kiáltottam, kegyelmesen tőle meghallgattam. Ő általa hamar megszabadultam, háborúságimban is megtartam. Lám Istennek angyala, mint tábort jár, az Isten félő emberek körül jár. Az Istentől azért kioltalmat vár, útjaiban mindenütt az nagy jó. Segítségül azért Istent hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok. Igen, nagy jó, azt bizonnyal tudjátok, benne bízó emberek mind boldog.
igen közel az Úristen azoknak, töredelmes szívvel, akik óhajtnak, alázatos lélekkel, akik járnak. Sok énségből biztos megszabadulnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, olvasom Istennek igéjét a Szentírás imádságos könyvéből, a Zsoltárok könyvéből, a 115. Zsoltárt olvasom föl, amíg ezt megteszem, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát a 115. Zsoltárból így szól Isten igéje. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? Ami Istenünk a mennyben van, megalkotott minket, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak, van óruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Fönnállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, valójában eleget teszünk a Zsoltár felszólításának, de az egész Szentírás bennünket megtaláló üzenetének együtt vagyunk azért, hogy dicsőítsük és imádjuk az Urat, egyedül őt, mert ő méltó minden dicséretre, magasztalásra, és a szívünkben övé minden hálaadás. És köszönjük, hogy megtehetjük. Hálás a szívünk, Urunk, hogy ilyen körülmények között tehetjük meg, hogy Isten tiszteletet tartunk. Emberileg egy dolog kérdéses, hogy van-e bennünk készség és szándék, hogy a vasárnap délelőttünkből egy órát az Isten tiszteletre szánjunk. Köszönjük ezeket a körülményeket. Köszönjük, hogy van tető a fejünk fölött, hogy nem kell fáznunk. Köszönjük, hogy egy közösséghez tartozunk, nem egyedül vagyunk, nem magányosan tartozunk az Úristenhez. Mindezek olyan természetesek és magától értetődőek, de szerte a világon a Krisztus követők között nagyon sokan, egészen más viszonyok között
kell, hogy megéljék és gyakorolják a hitüket. Úristen, add, hogy ne egy formális Isten tiszteleten vegyünk részt, hanem egy olyanon, amely a lélek erejéből bennünket megérint és megmozdít. Ahol megtörténik a csoda, az évezredes történet megelevenedik, beszél, és megértjük, hogy hozzánk és rólunk szól. Ezért a csodáért imádkozunk. Nem csak önmagunkért, Urunk, hanem mindazokért, akik szerte ebben a világban, az Úr napján, a feltámadás ünnepén, a te nevedben vannak együtt. Áld meg a hívek egész közösségét. Amen. Helyünket elfoglalva a 824. dicséret első és negyedik verszakának éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A megnevezett ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram! Gyülekezet, szeretett testvéreim, az előbb hallott Zsoltárhoz egy másik ószövetségi szakaszt olvasok föl, és kérve az Isten lelkének erejét, ez ige alapján szeretnék majd szólni. Ez írva található a Józsué könyvében, annak negyedik fejezetében, az első 9 versben. Amíg az igét felolvasom és arról beszélek, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát a Józsué könyvének negyedik fejezetének első 9 versét olvasom. Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: választhatok ki a népből 12 férfit, törzsenként egyet-egyet, és parancsoljátok meg nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan. Vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltuk. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt törzsenként egyet-egyet, és ezt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyetek föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik:
Ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ, Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott letették azokat. 12 követ állítatott föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak, mind a mai napig. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az igehirdetést azzal kezdem, hogy ha burkoltan is, de bíztatok mindenkit a református Biblia olvasó kalauz szerinti szentírás olvasásra. Egyfajta rendszerességet ad, végig lehet követni, olvasni egy bibliai könyvet, ami reformátorunk Calvin erre tanít bennünket, és ami adott esetben sokat jelenthet, hogy másokkal együtt olvassuk. Azokkal a magyarországi református hívekkel, vagy akik talán nem is reformátusok, mégis ezt a vezérfonalat követik, és bizonyos értelemben lélekben együtt állunk az Úristen színe előtt. Nagyon sok haszna van ennek a folyamatosságnak. A Bibliaolvasó kalauz olvasásának azonban van egy kicsit nehezebb része is, nevezetesen, amikor olyan bibliai könyvekhez érkezünk, van néhány ilyen, amelyeket lehet, hogy a szívünk szerint átlapoznánk. Vagy hogyha először olvassuk, akkor a tartalmi mondanivalóval kapcsolatban súlyos kérdéseink, adott esetben kételjeink merülnek föl. A szöveget értjük, ilyen problémánk nincs. A baj pont az, hogy értjük, hogy mi van oda leírva, csak azt nem értjük, hogy ezt önmagunk számára miképpen magyarázhatjuk és értelmezhetjük. Ha van a Szentírásban véres könyv, az a Józsué könyve. Némi kis túlzással ennyi talán megengedhető a szószékről. Ha az ember végig olvassa, akkor örül, hogy ő életben maradt. Mert egyébként, ahogy a Szentíró elmondja, ott népeket, kisebb országokat és tartományokat aprajától a nagyjáig kiírtottak. És ami a legnagyobb nehézség, hogy a Szentíró sokszor azt mondja, hogy mindez a mózesi rendelkezéseknek a következménye. Itt a 21. század első harmadában Jézus Krisztus követőjeként és tanítványaként föltehetjük, és föl is szokták tenni a testvérek a kérdést, hogy lehetséges ez. Biztos vagyok abban, szeretett testvéreim, hogy a Józsué könyve nem véletlenül került be a kánonba, a bibliai gyűjteménybe. Még akkor is, hogyha vannak ilyen nehéz fejezetek, ilyen nehéz szakaszok. Mégis ezen a könyven keresztül is az Úristen üzen. És én azok közé tartozom, akik bizonyos értelemben nem a szószerintiséget tartják a legfontosabbnak a Biblia vonatkozásában, hanem a történeteken keresztüli isteni üzenetet, ami nem csak akkor és ott volt érvényes, de sokkal inkább itt és most a mi számunkra. Az ószövetségi teológia azt mondja, és ezt én elfogadom minden további nélkül, hogy itt ezekben a leírásokban,
Tudni, Kánoán földjének az elfoglalásának a történetében erős túlzások vannak. A dolog azért nem volt olyan sikeres és eredményes, és nem az történt, hogy mindenkit kipusztítottak, mert későbbi történeti könyvek azt mondják, hogy évszázadokkal később is a zsidóságba beékelődve ott éltek ezek a kánoáni népek. Persze volt harc, volt küzdelem. Ha párhuzamot állítok, a magyarság történetének a honfoglalás kora bizonyos szempontból, ma is sok szempontból kérdéses. Itt jó ezer esztendőről van szó. Mennyivel inkább kérdéses az, ami 3000 évvel ezelőtt történt. Az kétségtelen tény, hogy az Úristen azt az ígéretet, amit még Ábrahámnak adott, hogy nagy néppé teszlek, és hogy földet adok neked, ez a Józsué könyvében konkretizálódik. Józsué átveszi Mózestől a stafétát, a Jordántól keletre, és az ő vezetésével már nem volt fiatal ember, sokkal inkább egy java korabeli tapasztalt vezetője a népnek, akinek a kormányzása alatt történik a honfoglalás. Ennek első lépése, hogy átkelnek a Jordánon. Kelet felől érkeztek, a puszta felől, a sivatag felől, és a Jordánon átkelve annak nyugati oldalán, a földközi tenger partvidéke felé közelítettek. Elképzelhető, és ez már nem csak a Szentírásból következik, hogy az emberiség történetében nemzedékeknek az életében, hanem is mindegyiknek vannak olyan élmények és olyan megtapasztalások, amelyek alapvetően meghatároznak dolgokat, és a későbbiekre nézve is nagy kihatással van ez. Itt hadd utaljak a szüleim nemzedékére, egész pontosan az édesapámra, aki 1956. októberében a főváros közepén, ott, ahol nagyon sűrű események és történések voltak, teológus hallgatóként ott volt jó néhány eseményen, személyesen is jelen. És elteltek évtizedek az életében, de azt hiszem, hogy az, amit akkor és ott, az alatt a 10 nap alatt átélt, az az egész életére nézve kihatással bírt. Most a honfoglaló Izrael, és ez egy közösségi élmény, mint ahogy 1956 az akkori résztvevőnek szintén egy közösségi élmény, a Jordánon való átkelés feltétlenül ilyen volt. Miért is? Ha valaki ma turistaként elmegy Izraelbe, akkor a Jordánt olyannak látja, mint amikor nyáron, ott a strand környékén, a Sugovicán az ember, hát ha nem is gyalogosan, de azért könnyű szerrel, 3-4 karcsapással átér. Ebből a folyóból mostanság rengeteget kivesznek. Évezredekkel ezelőtt ez egy sokkal bővebb vízű folyó volt, és telített medrekkel, különösen tavasszal a hóolvadáskor, az azon való átkelés, alkalmatos eszközök, hát hídról ne is beszéljünk, segítsége nélkül, az nagyon komoly kihívás volt. De ennek a nemzedéknek az életében megtörténik a csoda. Valahogy úgy, ahogy a Vörös tengeren átkeltek, a fogságból, az egyiptomi fogságból történő szabadulás után ugyanígy átkelnek a Jordánon is, mert az Úristen szavára a folyó megáll. Föltorlódik a víz, a nép pedig átkel a folyón, és valahol persze ott van középpontban az Isten tisztelet, a rítus, a szövetség ládát, a szent ládát, a papok a folyó közepén tartják, egészen addig, amíg mindenki száraz lábbal át kell. A Szentíró elmondja, hogy azok az emlékkövek, amelyek ott fölállításra kerültek, azok nem csak annak a nemzedéknek szóltak,
de még inkább az utódaiknak és a leszármazottaiknak. Az átkelés után megint csak az isteni rendelése és parancsra történik meg ezeknek az emlékköveknek a fölállítása. A számok szimbolikusak, 12 kő, 12 törzs. Csiszolatlan kövekről van szó. Beugrik a második parancsolat, mindnyájunknak ne csinálj magadnak faragott képet. Azoknak képmására, amit fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Csiszolatlan kövek, amiket összehordtak, és emlékoszlopként fölállítottak az Úristennek és önmaguknak. Nos, ezekről az emlékkövekről, erről az emlékoszlopról szeretnék néhány vázlatpontban szólni. Miről beszél a mi számunkra ez a 12 kő? Elsősorban arról is, hogy, ahogy mondtam, szinte minden nemzedék életében és az egyén életében is eljönnek olyan határhelyzetek, olyan falak, amelyekbe beleütközünk, és amelyek kapcsán nem lejjük és nem találjuk a megoldást. Vannak olyan élethelyzetek, ahol nem tudjuk, nem lejjük a kiutat, ahol tehetetlenek vagyunk. Elfogy a tudomány, elfogy az erő, elfogy az ötlet, mert megoldhatatlan a helyzet. Az emberi reakciók különbözőek szoktak lenni. Mostanság ez a leggyakoribb, ilyenkor bűnbakot kell keresni, akire rá lehet nyomni, rá lehet terhelni. Azért jutottunk ide, ahova jutottunk, mert ezek meg ezek a csúnya ellenségek, ezek így bántak velünk. Izrael népnépének az életében az ellenséget nem kívülről kellett keresni, hanem belül. A pusztai vándorlás során hányszor, de hányszor, hogyha nehézséggel szembesültek, Mózes került a vádlottak padjára. Miért hoztál bennünket ide ki, hagytál volna bennünket ott Egyiptomban a húsos fazekak mellett? Egy nép életében ellenséget keresni, az belül is meg lehet nagyon könnyen találni. Vannak, akik a felelősséget nem másokra hárítják, csak szenvednek a tehetetlenségtől. Akik érzelmesebbek, azok lehet, hogy sírnak. Nem szeretném azt mondani, hogy a nők vagy a hölgyek ilyen helyzetben keservesen sírnak, a férfiak meg a fogukat csikorgatják, mert ezért kicsit ez egy általánosítás. Ahány vérmérséklet, annyiféle reakció. Ezek az emlékkövek arról beszélnek, szeretett testvéreim, hogy egyetlen nemzedék és egyetlen ember sem tudja a saját árnyékát átugrani. Van olyan helyzet, ami emberileg valóban megoldhatatlan. Ezek a kövek, ha esetleg nem tudnánk ezt, vagy nem tapasztaltuk volna, akkor erről beszélnek. Izrael népének a Vörös-tengeren, illetve a Jordánon való átkelés önmagában egy pontosan ilyen helyzet volt. Másodszorban ezek az emlékkövek arról beszélnek, hogy ami emberileg lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Ezek az emlékkövek arról beszélnek, hogy van Isten az égben, aki nem egy néma bálvány. A 115. Zsoltár írója kikarikírozza a hamis bálványokat, akik tehetetlenek, mert érzéketlenek. De a Biblia Istene, Izrael Istene, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, nem egy ilyen
érzéketlen bálvány. Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy az antik görögök istenei ott fönt az Olimposzon arról voltak ismeretesek, hogy érzéketlenek voltak, apatikusak az emberek nyomorúságával szemben. Ők élték a maguk életét kényükre, kedvükre. A Biblia istene nem ilyen Isten. Vissza kell, hogy utaljak, gyakran megteszem az Úr Jézus Krisztus keresztjére. Ez a kereszt többek között arról beszél, hogy a mi szerető mennyei atyánk az ő fiában együtt szenved ezzel a világgal. Az Istennek fáj az emberi igazságtalanság. Az Úristen pontosan tudja, hogy milyen nyomorúságot kell elhordozni az embernek. És mivel érzékeny, mivel szerető Isten, mivel irgalmas az övéihez, ezért eljön, mert ő a mi gondviselő atyán. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, biztos segítség a nyomorúságban, mondja a 46. Zsoltár, és ez így van. Ezek az emlékkövek arról beszélnek, hogy az Úristen az ember szorult helyzetét meglátja. Eljön, akkor, amikor talán nem is gondolnánk, és ő erő és támasz. Konkrét segítség, vigasztalás és bátorítás. Az Isten előtt kapuk megnyílnak. Jerikóra gondolva falak leomlanak. Emberileg járhatatlan szakadékok fölött utak nyílnak. Az Isten gondviselése a szabadítás után nem csak Izrael népének a nagy megtapasztalása, hanem mindazoké, akik szeretik és félik az ő nevét. Sokszor utalok arra, hogy nem csak az én, hanem a jelenlévők között bizonyára sokak élménye, amit egy másik Zsoltár így fogalmaz meg, hogy ha nem lett velünk volna az Úr, akkor végképp elnyeltek volna az örvények és a vizek. De az Úr megőrzött és megtartott. Mert ő ilyen, bennünket szerető és gondviselő Isten. És a harmadik hangsúly, amire már utalást is tettem, hogy Józsué azért állítja föl a 12 kőből az emlékoszlopot, hogy emléket hagyjon az utókorranak azzal kapcsolatban, hogy ott mi történt velük. Mózes 5. könyve, ami egy hatalmas ívű prédikáció, annak egy nagyon fontos hangsúlya, amit Mózes az övéi szívére helyez, és nekünk újból és újból utána kell mondani, hogy mondjátok el az utánatok jövő nemzedéknek, hogy mit tett veletek az Isten. Hogy miből szabadított meg, hogy miképpen hordozott a tenyerén, őrzött és vigyázott. Ahogy mindjárt majd énekelni fogjuk, sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. Minden nemzedék megbízatása, hogy el ne feledkezzen, mennyi jót tett vele az Úr. És ezt tovább mondja. Mondjátok el fiaitoknak, aki esetleg járt Izraelben, vagy látott filmkockákat, fönt vannak az ima szíjak. Az ortodox zsidók, amikor mondják az imáikat, úgy tűnik, hogy csak önmaguknak mormolják, de valójában nemzedékeken át adják. Azt az alapvető hitbeli tapasztalást, hogy az Isten szabadító és gondviselő, megtartó Úr. Mert ez az emlékoszlop azért nem csak
embereknek állítatik. Sőt, ez az emlékoszlop, ez nem emberekről szól, hanem ahogy eddig is igyekeztem hangsúlyozni, az Isten nagyságáról, erejéről, gondviseléséről. Gondolom, hogy többen jártak már Párizsban, és alkalmuk volt a város egyik legismertebb emlékműve előtt megállni. Ez a diadalív. 1806-ban a császár parancsára kezdték el építeni. Formálisan ma úgy tekintenek rá, hogy a francia hadsereg dicsőségének a diadalíve. Valójában az építtetőről szól. És a történelemben jó néhány esetben volt és történt ilyen. Egyébként, ha valaki nem tudja, a párizsi diadalív mintája Rómában található. A Forum Románumon viszonylag közel a Kolosseumhoz állt Titus császár diadalíve. Azért a Titus császáré, aki az úgynevezett zsidó háborúban, Krisztus után 70-ben elfoglalta Jeruzsálemet, leromboltatta a templomot, mármint a zsidók templomát, ami azóta sem épült föl. A Bibliában is vannak olyan emlékoszlopok, Absalon herceg saját magának állítatott egy emlékoszlopot, amely az ember dicsőségéről beszél. Azt hivatott megmutatni és prezentálni az utókor előtt. A római bölcsesség azt mondja, hogy ez a világ és ennek a dicsősége elmúlik. A bibliai bölcsesség Pál apostol nyomán nagyon hasonló, azt mondja, hogy ennek a világnak a sémája, látszata elmúlik, de az Isten beszéde, az Isten szava, ami nem csak szó, nem csak beszéd, de mindig tett is, az mind örökre megmarad. Mi nem vagyunk sem Titus császárok, sem pedig Bonaparték, egyszerű hétköznapi emberek vagyunk. Olykor nekünk is vannak kisebb késztetéseink, hogy azért saját magunknak valamiféle emléket állítsunk. Számomra nagyon kiózanító és nagyon kifejező a Galotaszeg egykori profétájának a mondata, aki többek között azt mondja, hogy a lábunk nyomát az gyorsan benövi a fő. Kóskárolynak igaza van. A lábunk nyomát gyorsan benővé a fű. És az Úristen az övéitől azt várja, megint Calvinhoz térek vissza, hogy ne önmagukat dicsőítsék, és önmaguknak állítsanak emlékoszlopokat, mert a mi dicsőségünk az gyorsan tova lesz. Hanem ez a teremtett világ, benne a hívek közössége, ez a mostani nemzedék és személy szerint minnyájan arra hivattunk, hogy az Isten dicsőségét, az Isten nagyságát igyekezzük visszatükrözni. Adja mi Urunk, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Amen. Az előbb már énekeltük a 34. Zsoltárnak az átiratát, parafrázisát. Most a Zsoltárból énekeljünk három versszakot. Az első, negyedik és kilencedik verset így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat.
szájomban hordozom. Dicséket fél áldja, lelkem jó voltát az Úrnak. Itt a szegények hallanak, és örülnek rajta. Az Isten angyali évek körül tábort járnak, Isten félőket megtartnak, mint Isten követi. Jó voltát az Úrnak, kóstoljátok és lássátok, mert bizony boldogok azok, kik félelmet bíznak. Közel az Úristen, a töredelmes szívekhez, és a megsebzett lelkekhez részen segítséggel. Az igaznak itten ő baja gyakran sokasul, de nyomorúsága ez a mi hitbeli élményünk és tapasztalásunk, hogy ahol te eljössz, ott szabadulás történik. Ott, ahol emberek engednek a te szándékodnak, a te akaratodnak, akkor, amikor megnyitják a szívüket, akkor csoda történik. Mert az Isten jelenléte, az Isten jelen valósága az életükbe, az megtartatás és szabadulás. Urunk, segíts bennünket abban, hogy a mi hitünket, a mi bizodalmunkat ne vessük senki másba, egyedül csak te benned, mert te vagy szabadító Úr és Király. Ne engedd, Urunk, hogy bálványok előtt meghajtsuk magunkat, ne engedd, Urunk, hogy ennek a világnak a hatalmasságai, kihívásai megtévesszenek bennünket. Add, Urunk, hogy az a vezérfonal, amihez igazodunk, az a szó, az a beszéd, az a te kijelentésed, a te szavad legyen. Így köszönjük a te igédet, amely a mi számunkra drága kincs. Köszönjük, hogy az ige megértéséhez is segítséget adsz nekünk, a te szent lelkedet. Ezt a lelket ne vondd meg mi tőlünk. Add, hogy jól és helyesen tudjuk érteni azt, hogy mi a te akaratod és mi a te szándékod, és ami a legfontosabb, hogy annak alá tudjuk rendelni magunkat. Legyen hála neked, Urunk, azért, mert talán most is van itt közöttünk olyan, aki a szívében örömmel van itt, mert az Isten megszabadította, az Isten meggyógyította, mert átélt egy olyan csodát, amit emberileg talán így úgy lehet magyarázni, de szinte biztos, hogy nem a véletleneknek a játéka, hanem az a gondviselő akarat és az a szándék, amiről az ige beszél. Köszönjük, Urunk, hogy azt is átélhettük már, amiről a Zsoltáros beszél, hogy a te angyalaid azok körülöttünk vannak. És hogyha körbenézzünk, akkor nem csak ellenségeket, meg kihívásokat látunk ebben a világban, hanem ha benned bízunk, akkor átéljük azt, hogy vannak, akik fogják a kezünket, akik velünk maradnak, és ezeken adott esetben ezeken az emberi segítőkön és támaszokon keresztül te magad vagy, Urunk, aki
a jelenlétedet biztosítod. Imádkozunk mindazonáltal, Urunk, azokért, akik nehézségeket élnek át, akik betegségtől szenvednek, akik függőségeknek a rabjai. Vigyázz és őrizd azokat, Urunk, akik emberileg a leglehetetlenebb helyen vannak, a büntetés végrehajtásban, ad, hogy az életükbe fordulat következhessen be. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kallódnak, akik elveszettek, akik értelmet keresnek ebben a világban és az életben, ad, hogy megtalálják az Úr Jézus Krisztust, és rajta keresztül megtalálják önmagukat. Áld meg, Urunk, azokat, akik gyászt és fájdalmat hordoznak, vigasztald, erősítsd, bátorítsd őket Jézus szavának a bizonyosságával: én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, de az egész Anyaszentegyházért, hogy ezt a megbízatást, amiről ma hallottunk, a te jó tetteidnek a tovább mondását, azt el tudjuk végezni, el tudjuk látni. Ebben adj nekünk hűséget és alázatot. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hirdetem, hogy a mögöttünk levő héten két temetés is volt. Az első alkalommal itt Baján temettük el dr. Gulyás Juditot, aki 69 esztendős volt. Néhány nappal később pedig Herceg Szántón Szabó Sándornét, született Simonyi Katalint, aki 68 éves korában hunyt el. A szeretteiknek az Úristen vigasztalását kérem és kívánom. Hirdetem az istentiszteleti rendet, nincs benne változás, délután 5 órakor istentiszteletet tartunk, holnap reggel 7:30-kor. Hétkezdő áhítatott szerdán bibliaórákat, csütörtökön konfirmációs előkészítő alkalmakat, és mához egy hétre a szokott időpontokban Isten tiszteleteket. Ez a gyülekezet, szeretett testvéreim, egy alkalomra hadd hívjam föl a figyelmet, most már jó néhány éve megy, hogy a hetet itt 7:30-kor a Cédrus munkatársaival és néhány gyülekezeti taggal együtt indítjuk egy rövid áhítat keretében ezt a formát, ezt a lehetőséget, ezt a közösségi alkalmat, ahol lényegileg az történik, hogy arra a hétre elkérjük az Isten áldását, amit a lelkünk mélyén tudjuk, hogy tudnék enélkül, az áldás nélkül, hogy akármit is tehetünk, de ha az áldás megnyugszik rajtunk, akkor lesz értelme a munkánknak és a fáradtságunknak. Jó szívvel ajánlok mindenkinek, szeretettel hívok és várok erre az alkalomra, bármikor, bármelyik hétfőn természetesen be lehet csatlakozni. Hirdetem továbbá a Reformátusok lapjának az előfizetését. Elkezdődött a második, pontosabban már azért benne vagyunk a második negyedévben, aki még nem rendezte, legyen olyan kedves ezt megtenni. Az záró énekünk a 249. dicséret, egy nagyon közismert hálaadó dicséret, végig énekeljük: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.